Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én Szedlacsik Miklós vagyok, a PPA Nyílt Akadémia vezetője. Tehát szokásos a mai esténk, illetve délutánunk. Minden vasárnap ebben az időpontban van képzésünk. Tehát minden vasárnap, kivétel ha az mondjuk karácsony vagy szilveszter. Szerdánként is vannak előadásaink, csak ugye az másfél órával később, és ott is ugyanaz a helyzet, hogy függetlenül attól, hogy nyár, tél, tavasz, ősz, mindegy, egész évben ugyanabban az időpontban 6 óra, akkor kivétel, ha éppen karácsony vagy szilveszter, de akkor át van helyezve másik időpontban. És mint kiderült, ezáltal képzéseket tartunk. De miért is tartunk képzéseket? Mert nem vagyunk elégedettek azzal, ami felé a világ halad. És ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Márpedig a jó emberek azon kívül, hogy a saját kis pecsenyéjüket sütögetik, azon kívül igazából nem tesznek semmit. Tehát azt gondolják, hogy tesznek olyannal, hogy szelektívet gyűjtenek, aztán közben a kukások meg összeöntik az egészet, akkor azon kívül, hogy azt gondolják, hogy mit tudom én, villanyautóval járnak, igaz, hogy a villanyautó az sokkal több környezetszennyező eljárással készül, mint egy hagyományos autó, akkor azon kívül, hogy azt gondolják, hogy mit tudom én, mondjuk alternatív módon jutnak villanyáramhoz, tehát mondjuk úgy, hogy fölrakhatnak napelemet, hát mondjuk a napelemnek a gyártása is eléggé környezetszennyező, meg a megsemmisítése utána. Szóval az azt gondolják az emberek, hogy ez a megoldás a jövő szempontjából. Nem az a megoldás, hanem az a megoldás, hogy az ember tudatosodjon. Mit jelent a tudatosodás? A tudatosodás azt jelenti, hogy az ember nem az érzelmei alapján cselekszik és hoz döntéseket, hanem végig gondolja és mérlegel. Tehát mérlegel, és a mérlegelése alapján a legjobb döntést hozza meg, amit adott helyzetben meg lehet hozni. Tehát ez egy kicsit más ahhoz képest, amit mondjuk a tévében, vagy esetleg az interneten lát avval kapcsolatban, hogy mennyire fontos az érzelem. Tehát egyetlen egy érzelem fontos, amit érzelemnek tekinthetnénk, de egy kicsit más kategória, ez pedig a szeretet. Hát maga a szeretet. Tehát arra igazán fontos, tehát az igazán fontos, hogy legyen, működtesse az ember. De valahogy nem erre a szeretetre, mint érzelemre gondolnak, hanem egyéb más dolgokra. Jó, tehát egy kis tanítást most belecsempészek, nem fogok módszereket adni, a módszereket nem itt adom, hanem a rendes képzéseinkbe. Mit jelent az, hogy rendes képzés? Tehát akkor vannak rendetlen képzések is? Tehát ez a rendetlen képzés. Azért rendetlen, mert itt módszereket nem adok. A rendes képzésekbe adok módszereket is, mert könnyű az embereknek azt mondani, hogy nem jó, hogy ilyen vagy, legyél amolyan. Jó, de az amolyannál hogyan váljon az ember? Tehát ugye az a fő probléma, hogy az emberek hát igazából nem változnak. Tehát hiába járnak képzésekre, nem változnak.
Miért nem változnak? Mert nincs az a technológia a kezükben, azok a módszerek nincsenek a kezükben, azok a megoldások nincsenek a kezükben, ami által tényleg képesek lennének változni. Tehát a tudás változás nélkül nem ér semmit. Tehát akkor tudunk változtatni az életünkön, ha képesek vagyunk a változásra. Tehát ha mi nem változunk, akkor az életünk miért változna? És ahhoz, hogy egy ember változzon, hát ahhoz nem elég a tudás, ugye azt a tudást használni is kellene, de az emberek a tudást nem használják, mert nincsenek módszereik, megoldásaik. És még nem csak, hogy módszereik, megoldásaik nincsenek, hanem ha elakadnak, mert az emberre jellemző, tehát az ember hajlamos arra, hogy elakadjon. És ha elakadnak az emberek a haladásban, akkor kapjanak segítséget. És ez a segítség, ez hát kellő, kellően megfizethetően legyen. Megfizethető legyen. Tehát mi úgy csináljuk az egészet, hogy maga a képzési rendszerünk az teljesen megfizethető legyen, és abba azok, akik elakadnak, az plusz pénzt ne kelljen fizetni az elakadáskor. Tehát legyenek olyan emberek, akik segítenek abban, hogyha valaki elakad a haladásban. Tehát ezáltal ugye itt sok olyan ember van, aki tud segíteni, ezért gyakorlatilag ez egy közösség. Egy olyan közösség, ahol az emberek azért vannak itt, mert fejlődni akarnak és akarnának élni egy jobb világban. Mert ha még egyszer mondom, ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor miért lenne jobb világ? Mitől lenne jobb világ? Hát ha rossz emberek teszik a dolgokat, akkor abból rossz világ van. És a rossz emberek nagyon teszik a dolgukat évtizedek óta, ha jobban megnézzük. Sőt, mondhatjuk azt, hogy több mint 100 éve elkezdték nagyon tenni a dolgukat a rossz emberek. Nem? Hiszen volt egy első világháború, volt egy második világháború, most is vannak háborúk a világban, nem? Tehát a rossz embereknek nem kell mondani, hogy tegyék a dolgukat, azok teszik. A bűnözőknek nem kell mondani, hogy bűnözzenek, azok bűnöznek, érted? Tehát a jó emberekkel van gond, a jó emberek nem tudják, mit kellene tenni. Még ha tudnák, mert vannak, akik tudják, azok sem igazán tesznek semmit. Tehát mit lehet tenni? Tudod, mit tudsz tenni? Nem tudsz tenni másokért. Tudod, mit tudsz tenni? Magadért tudsz tenni. Te nem tudsz másokat megváltoztatni. Senki nem tud másokat megváltoztatni. Te tudod magadat megváltoztatni. Ha akarod, természetesen. Tehát ugye szabad akarat van. Mindenki eldöntheti azt, hogy akar-e változni, vagy nem akar változni. Ugyanúgy éli az életét, mint eddig, vagy esetleg innentől egy kicsit másként. Tehát gondoljátok végig, milyen világban élünk. Tehát ez nem mostani dolog, amit elmondok. Ez, mióta ez az emberiség létezik, ez így működik. Minden ötödik ember ezen a bolygón azért van, hogy a jó embereknek rosszul menjen. Nem vicc, ez komoly. Tehát ez a minden ötödik ember annyira önző, hogy azt gondolja, hogy ha más boldogul, az neki rossz. Világos ez? És abból a minden ötödikből minden ötödik veszélyesen ilyen.
Tehát mondhatjuk azt, hogy minden 25. ember veszélyesen úgy működik, hogy azt gondolja, hogy ha más boldogul, akkor az neki baromi rossz. Attól, hogy ezt nem tanították neked az általános iskolába, nekem sem, attól ez akkor is így van. Az emberiség 20%-a azért van, hogy a többieket elnyomja. Ezért őket elnyomóknak nevezünk. Oké? És az elnyomókat valahogy nem kell arra inspirálni, hogy a többieket elnyomják. Ösztönösen csinálják. Oké? Tehát mondom, van egy olyan kényszerképzetük, hogy neked rosszabbul kell mennie a dolgodnak, hogy neki jobb legyen. Nem vicc, ez komoly, ez így működik. Mi nekünk vannak olyan képzéseink, például az elnyomás feloldó coach képzésünk. Mit jelent az, hogy coach? Az egy szakma, és a coach azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy ember és életjobbító. Tehát a coachok képesek arra, hogy az embereket és az életet jobbítsák. És képezzük az embereket arra, hogy képesek legyenek az életet és az embereket jobbítani. Szóval a lényeg az, hogy van nekünk olyan coach képzésünk, ami azt jelenti, hogy az a címe, ez egy több hónapos coach képzés, hogy elnyomás feloldó coach. Egy hónap képzésünk, kb. 30 óra. Tehát elnyomás feloldó coach képzés. Ahol, képzeljétek el, van olyan teszt, ugye akik már elvégezték ezt, azt tudják, van olyan teszt, hogy meg tudod állapítani valakiről, hogy elnyomó vagy sem. Képzeld el? Tehát valakiről. Természetesen magadról is meg tudod állapítani, ha akarod. Tehát mondom, minden ötödik ember a bolygón elnyomó. És aktívan, valamennyire aktívan elnyom. Ha más nem, a saját környezetében lévő embereket. Mondok példát, mi a jellemző elnyomás, ami mellett az emberek simán elmennek? Például valaki leértékel téged, vagy leértékeli azt, amit csinálsz, teszel, vagy ahogy kinézel, stb. Stb. Leértékel. Ez a legjellemzőbb elnyomás. Biztos jól esik neked, ha valaki téged leértékel, nem? Mit ér ezzel el az illető? Az, hogy neked rosszabb hangulatod lesz attól, hogy téged leértékel. Oké? Okay? Mondok másik példát. Az egy elnyomás, amikor valaki dühből kiabál valakivel, vagy ellenségesként kiabál valakivel. Oké? Okay? Tehát nem normálisan megbeszél veled valaki valamit, hanem dühből vagy ellenségességből fogja és kiabál veled. Oké? Okay? Persze, ugye azt mondjuk, hogy akkor minden öt emberből négy nem antiszociális ember. De mégis csinálnak ilyeneket. Nem érdekes? Tehát a többiek is csinálnak ilyeneket. Tudod, mikor csinál egy szociális ember ilyet? Ha elnyomás alatt áll éppen. Érted? Tehát kap valakitől egy elnyomást, és továbbadja az elnyomást. De a szociális ember arra is képes, képzeld el, hogy valamilyen olyan helyzetben van, ami emlékezteti egy elnyomásra. Nincs elnyomó, nem kapott elnyomást, csak emlékezteti valami arra, hogy hasonló helyzetben ő kapott elnyomást. És arra képes a szociális ember arra, hogy elnyomóként kezdjen el működni. Oké? Okay? Tehát képzeld el, az ötből négy ember erre hajlamos, legalábbis
általában hajlamos. Na most ez azt jelenti, hogy képzeld el, ha te úgy születtél volna, beleértve a terhességi állapotot is, az édesanyád terhességi állapotát veled, mikor terhes volt, nem kapott volna elnyomást, és te nem kaptál volna elnyomást, akkor semmi nem emlékeztetne elnyomásra, ezáltal nem viselkedne úgy az ember, hogy amikor elnyomást kap, akkor fogja és továbbadja az elnyomást. Tehát az antiszociális személyek azok, tehát az elnyomóknak nem kell egy olyan helyzet, ők így működnek. Mert gyerekkorukban vagy édesanyjuk terhessége idején annyi elnyomást kaptak, hogy azért váltak elnyomóvá. Nyilván senki nem születik elnyomónak, tehát talán annyit elnyomást a terhesség időpontjában nem tudott kapni az édesanyja, már erre is vannak példák, de ez ritka, hanem gyerekként annyi elnyomást kaptak, hogy elnyomókká váltak. Oké? Na most, ez azt jelenti, hogy azok, akik elnyomók, ha hatalomba kerülnek, akkor nagy baj van. Mert a saját túlélésük érdekében a népet elnyomják. Oké? Tehát akikkel hatással tudnak, akikre hatással tudnak lenni, azokat mind elnyomják. Oké? És én már ilyeneket tanultam a 90-es évek második felétől, hogy egyre több ember kerül sajnos hatalomra az elnyomók közül. Például, mit tudom én, Napóleon hatalomra került, ő elnyomó volt, és annak következtében tízezrek meghaltak. Hitler hatalomra került, mint elnyomó, annak következtében milliók haltak meg. Oké? Sztálin hatalomra került, annak következtében milliók haltak meg. Oké? Tehát az elnyomók így működnek. Hogy nem érdekes az, hogy meghalnak emberek, az elnyomóknak ez nem jelent problémát. Tehát olyan szintre tudnak süllyedni az elnyomók, hogy egyszerűen nincs lelkiismeret furdalásuk. Tehát mit tudom, hogy valakinek a halálát okozzák, még attól sincs lelkiismeret furdalás. Tehát mondhatjuk azt, hogy ugye hogyan működnek az elnyomók, ha utána nézel a neten, akkor a pszichopaták, szociopaták, jó? Azok elnyomók. Jó? Utána tudsz nézni. Beírod ezt a két szót, és szépen előjön a net ezzel kapcsolatban. De tudományosan is, természetesen. Jó? Szóval, lényeg, hogy, ugye vannak olyan emberek, akik ilyen hatalommániások. Tehát hatalommániás. Tehát mikor a hatalommánia és az antiszociális működés, tehát az elnyomói működés párosul, na akkor van nagy gond. Jó? Például mondjuk Sztálinban, vagy Hitlerben, vagy mai világban is vannak ilyen emberek. Na ott kezdődik a nagy probléma. Oké? Tehát az ilyen emberek szokták kirobbantani a világháborúkat, stb. Stb. Ha olyan pozícióba kerülnek, nyilván, természetesen. Na most, de gondold végig, hogy a szociális emberek sokkal többen vannak, tehát mint az antiszociálisak. Tehát minden 25. antiszociális, tehát minden 25. ember csak veszélyesen antiszociális, tehát minden 25.
Most gondold végig, ez a minden 24, tehát a 25-ből 24 ember nem foglalkozik azzal, hogy hatalomra kerülnek ilyen hataloméhes elnyomók. Nem foglalkoznak ezzel. Sőt, megválasztják. Gondold végig, Hitlert is megválasztották. Sztálint is megválasztották. Oké? Tehát az összes diktátort, amelyik elnyomó diktátor volt, mind megválasztották. Ha nem, mit tudom én, a nép, akkor egy csapat, érted? Tudom én, a parlament. Csak most mondtam valamit. Érted? Tehát a jó emberek gyakorlatilag a tudatlanságuk miatt nem látják át a helyzetet. A jó embereket a tudatlanságuk miatt úgy meg lehet vezetni, ahogy csak megvezetik itt a világban. Vagy nem vezetik meg most az embereket? Rosszul látom ezt a kérdést. Olyan megvezetés van, amilyen megvezetés világviszonylatban sose volt. Tehát sose volt. A második világháborús megvezetés az ehhez képest nudli, ami most volt, most van. Hát gondold egy dologra csak, hogy a Covid-dal hogy megvezették az embereket. Csak egy dolog. Oké? Most is hogy meg tudják azzal vezetni az embereket, hogy a háborúnak köszönhető minden. A háborúnak köszönhető a pénzromlás, a háborúnak köszönhető az infláció, a háborúnak köszönhető minden rossz. Ez egy megvezetés. Te nem jártál iskolába? Hát iskolába tanították, hogy a történelemben tanították, hogy a háborúk azoknak az országoknak, akik nem vettek benne részt, közvetlenül, tehát közvetlenül, azoknak hasznot tud hozni. Méghozzá nem kicsit. Például az Amerikai Egyesült Államok részt vett háborúkba. A legnagyobb gazdasági növekedései Amerikának tudod mikor voltak? Első világháború, második világháború, koreai háború, vietnámi háború. Azóta nem jártam iskolába, ezáltal nem tudom, hogy azóta milyen gazdasági növekedése volt, melyik háborútól. De hogy a kuwaiti háborútól is, illetve a iraki háborútól is, ha nagy haszna lett, az hód biztos. Sőt, ha megnézzük, ugye ők bevonultak oda, hova Manóba? Afganisztán, igen, köszönöm szépen. Afganisztánba is. Nem tudom, tudod-e, hogy mikor bevonultak Afganisztánba, akkor az Afganisztánnak a kábítószer részesedése világviszonylatban 10% alatt volt. Az amerikai fennhatóság alatt ez fölment valami 60%-ra. Na, erre varják gombot. Tehát, ami azt jelenti, hogy Amerika szerinted ebből nem részesült? Hát a kábítószeren óriási haszon van. Az egyik legtöbb haszon van a kábítószeren. És akkor látszólag ők kábítószer ellenesek. Látszólag. Akkor még te nem láttál olyan filmet, ahol amiben benne volt olyan, tehát valóságon alapuló filmet, amiben benne volt, hogy az amerikai kormány hogy támogatja a háttérben, tehát a titkosszolgálat hogy támogatja, vagy hogy támogatta, ugye abban a filmben, több film is van ilyen, a kábítószer kereskedelmet. Titokban természetesen. Jó, tehát ezt csak azért mondom, hogy ha az emberek azt gondolják, hogy ezen a világon nincsenek átverések, akkor óriási tévedésben vannak. Tehát itt olyan átverések vannak az egész világban, hogy ihaj. Tehát most gondold végig, nem azért emelkedett az energiaárunk, mert háború van, hanem azért, mert elkezdtük szankcionálni az oroszokat. És erre az oroszok nyilvánvalóan
nem adtak több üzemanyagot vagy energiát ugyanannyiért, hát természetesen, gondold végig. Tehát, és az emberek hiába mondják, egyesek ugye, például a miniszterelnökünk is mondta, hogy a szankciók miatt ugye van a legnagyobb probléma, és nem a háború miatt, az emberek mégse így gondolják, érted? Szóval nem mintha most védeném a miniszterelnökünket, most nehogy azt higgyétek, csak erről tőle hallottam ilyen dolgokat. Jó? Tehát ami igaz, az igaz, kész, ennyi. Tehát amit jól lát, az jól lát. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol igazán nagy szükség lenne arra, hogy az emberek, ha jön feléjük egy hír vagy egy információ, akkor jobban átlássák azt, hogy az igaz vagy hazugság, érted? Tehát most annak alapján lépnem kell, vagy nem. Tehát nem tudom, hogy hallottál-e olyat, hogy akik például háromszor beoltatták magukat itt a Covid idején, főleg ilyen Pfizer-szerű készítményekkel, azok nagyon nagy egészségügyi gondokkal küzdenek a jelenben. És ez tény. Tehát az orvosok mondják, hogy a betegnek, hogy amiatt, érted? Na most akkor megkérdezném, hogy akkor az vajon mennyire volt átverés. Tehát én beszéltem akkor is ezekről a kérdésekről, hogy az ember hogy lehet olyan bátor, hogy beoltatja magát olyan dologgal, ami esetében azt se tudja, hogy mi van benne, érted? És senki nem tudta, mi van benne, még az orvosok se, azok se, akik beadták, érted? Azok se tudták. Mert bevesz egy gyógyszert, bármilyen gyógyszert, elolvasod, hogy mi a tartalma, mi van benne. Sőt, azt is el tudod olvasni, hogy mit tudom, 100-ból, vagy 1000-ből, vagy 10000-ből, vagy 100000-ből hány hal meg. Hány halt meg, érted? Na most annál meg nem, ezt akkor is mondtam. Csak ugye utána, mikor ezt mondtam, le kellett szedni az internetről, mert nem tetszett nekik, hogy mondtam, és le akarták zárni a YouTube-os oldalamat emiatt. Oké? Ilyen dolgok miatt. Szóval a lényeg az, hogy nagy átverések vannak, és tudod, miért tudják átverni az embereket? Mert tudatlanok. És képtelen gondolkodni, hanem egyszerűen hatnak az érzelmeikre, és az érzelmeik alapján döntenek. Oké? Például nehogy ma azt mondta, hogy nem érzésekre hatás volt, amikor óriás plakátokon, meg a tévében híres emberek, művészek, stb. Mondták, hogy oltasd be magad. Tehát ez nem manipuláció volt véletlenül. Mert még ha orvosok mondták volna, érted? És orvosok képei lettek volna kint. De nem, művészek, előadók, érted? Színészek, stb. Stb. Ez nem manipuláció volt. Tehát gondold végig, hova manipulálták az embereket? Csak azért, hogy milyen világban élünk. Régen, mikor én fiatal voltam, mondhatjuk gyerek, olyan, hogy válás, tehát elválás, hogy a párok elváljanak, olyan ritka volt, hogy ihaj. Tehát mit tudom én, mondjuk 100-ból talán 2 pár volt, aki elvált, érted? Na most az arányt, hogy látod? Hm? Aha. És mi miatt lett ez? Vajon mi miatt? Jó, ez több összetevős. De hogy a filmek nagy hatással lettek ebben kapcsolatban az emberekre, az hold biztos. Gondold végig. Tehát a filmekben mit látsz? Megismerkednek, isznak 2 pohár valamit, és utána mennek szobára. Nem? És nem számít az, hogy mind a kettőnek van párja, érted? Hát az mellékes. Az se számít, hogy mind a kettő házas, érted?
meg akár gyerekeik vannak, az se számít. A filmekben azt csinálnak, amit akarnak, azt mutatnak, amit akarnak, nem? És akkor az embereknek valamilyen szinten szépen beépült, érted? Régen nem kellett a párkapcsolatokat megjavítani, mert nem romlott el. Tényleg. Nem romlott el. De hát ugye van egy fogyasztói társadalom, ahol direkt beállítják a műszaki dolgokat, hogy meddig üzemeljenek, és mehetne az még tovább, de meg bedöglik, érted? Be van állítva rajta egy kis alkatrész, hogy eddig él, és az alkatrész bedöglik, és kész, annyi, és nem él tovább. Érted? És hát az azt jelenti, hogy fogyasztói társadalom, mindig újat és újat kell venni. És akkor az ember már így gondolja, a tudatlan ember úgy gondolja, hogy hát a párkapcsolat is elromlik, hát azt se kell megjavítani, ki kell dobni, nem? Ki kell dobni, le kell cserélni. Ugyanúgy, mint a, mit tudom, a nyomtató, csak most mondtam egy példát. Bedöglik egy 100 forintos alkatrész benne, érted? És ha nem fogják nekem megkeresni azt a 100 forintos alkatrészt, ami ott egy panelon bedöglött, érted? Hanem fogják, és azt mondják, hogy hát a panelcsere nem éri meg, többe kerülne, mint a nyomtató, vegyél egy másik nyomtatót. Ha most ugyanígy van. Az emberekkel, a párkapcsolatokkal. Ha elromlik a párkapcsolat, cseréld le, érted? Pedig sokkal kevesebbe kerülne minden téren, érzelmileg is, anyagilag is, hogyha megjavítanák ezt a párkapcsolatot. Persze vannak olyan kevésbé ugye érzelmileg elvitt emberek, akik tényleg elmennek és meg akarják javítani a párkapcsolatot, de a többség nem ezt csinálja. Szóval egy olyan világban élünk, ahol szépen az embereket manipulálták arra, hogy úgy működjenek, ahogy ők akarják. Szó szerint. Hát ha megnézed, ez a Covid idején ezek a lezárások, ez tök röhely volt. Hát az én időmben ezt nem tudták volna megcsinálni, mikor én voltam fiatal. Nem tudták volna megcsinálni. Érted? Meg lehetett csinálni, letesztelték, hogy vajon ebben a társadalomban már meg lehet-e ilyet csinálni, hogy lezárunk mindent, senki az utcán, érted? Meg lehet csinálni. És a nép meg nem csinált semmit, elhittek mindent, érted? Most gondold végig, mondjuk, kiment volna 500 ezer ember tüntetni, hogy nem akarnak bennmaradni a házban, a lakásokban. Mit tudtak velük volna csinálni? Azt tudták volna, hogy jó, akkor szüntessük meg az egész hülyeséget. Érted? De nem ezt csinálták. Nem ezt csinálták. Mindenki, jaj, össze volt zuhanva a saját lakásába. Jaj, nehogy elkapjam a Covidot. Érted? Közben az influenzának egy fajtája. Ennyi, semmi más. Már akkor is mondtam. Akkor is mondtam. Egy alfaja. Oké? Szóval, gondold végig, mennyire tudják manipulálni az embereket. És kit lehet manipulálni? Minél tudatlanabb egy ember, annál jobban lehet manipulálni. Hát gondold végig, a kisgyerek a legtudatlanabb, arra manipulálod a kisgyereket, amire akarod. Szó szerint. Szó szerint minél kisebb, annál tudatlanabb, annál jobban manipulálható. Na ugyanígy a felnőtt. Minél tudatlanabb egy felnőtt, ugyanúgy annál jobban lehet manipulálni. Minél tudatosabb egy ember, annál kevésbé manipulálható. Oké? És ugye az a lényeg, hogy az ember minél tudatlanabb legyen ez a bolygón, miért? Hogy lehessen manipulálni. Jó, tehát ne észszerűen működjön, ami neki jó, hanem úgy működjön, ahogy ők akarják. Gondold végig, az milyen manipuláció, hogy elérték itt az évtizedek során. Hogy például a magyar lakosság 80%-a a háború előtt vállalkozó volt, pont. És csak a 20%-a volt alkalmazott. Most nyilván nem gyerekekről beszélek, hanem a felnőtt lakosságról. Most
ez körülbelül befordított. Tehát a 80% az alkalmazott, és a 20% pedig vállalkozó. Na most akkor megkérdezném, szerintetek kiknek több átlagosan a jövedelmük? Az alkalmazottaknak vagy a vállalkozóknak? A vállalkozóknak. Nem az alkalmazottaknak. Persze a vállalkozókhoz tartoznak a cégtulajdonosok is, persze. Meg. Tehát nyilván több a jövedelmük. Jó, akkor kik a szabadok? Mit jelent az, hogy szabadság? Oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Ez a szabadság. Na, akkor kérdezem, kik a szabadok? Az alkalmazottak, vagy a vállalkozók szabadabbak? Hát gondold végig, hogy sikerült elérni, hogy az a 60% az ne akarjon szabad lenni, és ne akarja azt, hogy annyi pénze legyen. Elérték. Vagy nem érték el? Rosszul látom? Elérték. Hát elérték. Most azt mondja, négyszer annyi alkalmazott van, mint amennyi volt a háború előtt. Négyszer annyi. Érted? Tehát szépen elérték, hogy az emberek azok megelégedjenek a kevesebb jövedelemmel, megelégedjenek a kevesebb szabadsággal. Ennyi. Elérték? El. Akkor sikerült a manipuláció? Sikerült. Miért sikerült? Mert az iskola rendszer az arra tanította a gyerekeket, hogy tanulj, fiam, hogy legyen egy jó állásod. Nem azért, nem azt mondták, hogy azért tanuljatok, hogy majd legyél egy jó vállalkozó. Hol hallottál ilyet az iskolába? Hogy azért tanulj, hogy legyen majd egy jó vállalkozásod. Soha ilyet nem hallottunk. De még a szüleinktől se. Hanem azt mondták, hogy tanulj, fiam, vagy tanulj, lányom, hogy legyen majd egy jó állásod. Ha most gondold végig, akkor mondok egy másik dolgot. Lehet, hogy ez kicsit durva lesz. Főleg a hölgyeknek. Tehát régen alig voltak főiskolákon, egyetemeken lányok. Fiúk voltak. Oké? Most teljesen fordított a dolog. Sokkal több a főiskolás egyetemista lány, mint fiú. Sokkal több. Na most, mondom, nekem nem kellett volna olyan feleség, akinek magasabb végzettsége van. Sőt, nem kellett volna olyan feleség, akinek több a fizetése. Világos ez? Most se kellene, ha most lennék párválasztásba. Világos ez? Miért? Mert nagyon egyszerű, egy olyan világot élünk, hogy annak van nagyobb szava, aki többet visz haza, és aki okosabb. Oké? Ha egy ember több iskolát végzett, úgyis azt gondolja magáról, hogy ő okosabb. Ennyi. És akkor mondok még példát erre. Ugye én nekem példáim vannak arra vonatkozóan, saját személyes példám, hogy például édesapám soha nem hántorgatta föl azt, hogyha ő többet keresett. Anyám 2 évig keresett többet. Szinte minden nap hallottam, hogy többet keres, érted, mint apu. Tehát a férfiak genetikailag kódoltak arra, hogy ők tartják el a családot. Érted? Jó, ezt próbálják a férfiből kinevelni. Sok esetben sikerül is, hála Istennek. A rossz, gonosz Istennek hála, mert nem a jó Istennek hála, az biztos, hanem a gonosz Istennek, mert sok férfi már nem tudja eltartani a családját. Sajnos. Sajnos. Tehát
Lényeg az, hogy ezáltal például, hogy most a hölgyek már iskolázottabbak, mint a férfiak. Szerinted ez párkapcsolatban pozitív hatással van? Ki van csukva? Ki van csukva? Melyik férfi tudja azt elviselni, hogy amikor leszólja őt a leértékelés, leszólja őt a felesége, hogy mit akarsz te, amikor neked alacsonyabb a kereseted? Vagy mit akarsz te, mikor neked alacsonyabb a végzettséged? Érted? Tehát most gondoljátok végig, ezt is hogy sikerült elérni? A manipulációval. A hölgyeknek már nem a családa fontos, hanem a karrier. Érted? A karrier fontosabb, mint a család. Tehát a férfiaknak ez természetes, ez mindig is így volt. A karrier legalább olyan fontos volt, mint a család. A férfiaknak. De a nőknek soha életben nem volt fontos a karrier. És sikerült elérni, hogy a nők jó részének a karrier fontosabb, mint a család. És ha egy nőnek fontosabb a karrier, mint a család, mennyit fog foglalkozni a férjével? Mennyit fog foglalkozni a gyerekével? Jó kérdés, nem? Mert ugye van egy fontossági sorrend. Hát a karrier fontosabb, avval fog foglalkozni. Oké? Tehát, hogyha nem lenne fontosabb, akkor időben szülnének a nők. Világos ez? Mert mindig párkapcsolatot a nő választ, tehát a párját, soha nem a férfi választja. Mindig a nő választja. Tehát a férfi az egy olyan egyszerű lény, hogy valaki hozzá kedves, egy ellenkező nemű. Érted? Akkor kész elolvad tőle. Ennyi. És megvan oldva. Tényleg? Így működik. Tehát a férfiak elolvadnak attól, hogyha egy nő kedves hozzájuk. Így van. És onnantól kezdve a nő újra köré csavarhatja a férfit. Simán. Tehát mindig a nő választ, mindig a nő választ, sose a férfi. És most gondold végig, tehát a nők idejében választhatnának, régen választottak is időben. Kevés volt az a nő, aki, mit tudom én, 30 fölött, vagy akár 25 fölött házasodott, érted? Nagyon kevés volt. Most alig látsz olyat, aki 25 alatt házasodik nőként. Régen láttál egy korosabb nőt kisgyerekkel, rögtön mindenki mondta, ó, milyen szép unokád van. Most el kell gondolkodni, mert lehet, hogy a gyereke. Érted? És hát az ember nem akarja megbántani, tudod? Sőt, valószínű, hogy a gyereke, tudod? Na szóval, és ez megint minek köszönhető? Hát a manipulációnak. Elérték, hogy a nőknek a karrier az fontosabb legyen, mint a család. Csak ugye ahol nem tudtak mit csinálni a nőknél, hogy azért van ösztön. És beindul a természeti ösztön bennük a család iránt, 28 év fölött. 28 évig nem. 28 év fölött indul be. És ugye mennyire erős a karrier? Hát attól függ, hogy végül is utána mikor szerez magának egy olyan párt, hogy na most már akkor csináltassak vele gyereket. Érted? És nehogy azt mondta, hogy ez nem manipuláció volt, hogy pár évtized alatt sikerült megváltoztatni azt, hogy a nőknek fontosabb legyen a karrier, mint a család. És nehogy azt gondolt, hogy ez nem tudatos volt. A vállások 70%-át a nők kezdeményezik.
Ezt jó, ha tudod. Nem a férfiak, a nők. 70%-át. Tehát ami azt jelenti, hogy a párkapcsolat, ők választanak, és utána ők elégedetlenek a párkapcsolattal. Akkor ez megint mi, ha nem manipuláció? Hm? Régen miért nem voltak elégedetlenek a párkapcsolatukkal? Jó kérdés, nem? Mert nem voltak manipuláltak. Hát most férfi legyen a talpán, aki a hölgy igényét tudja teljesíteni. Nem szexuálisan igényét gondoltam, hanem anyagi igényét. Tehát férfi legyen a talpán. Gondold végig. Tehát a hölgyeknek olyan mértékben sikerült megemelni az igényüket, az anyagi igényüket, hogy a legtöbb férfi ezt képtelen teljesíteni. Tehát most mondok példát, jó? A jövedelmek az elmúlt 40 évben körülbelül 100-szorosára nőttek. Oké? Ha kiszámolod. Durván. A hölgyek igénye meg kb. 200-szorosára. Nem vicc. Komolyan. Átlagról beszélek. Hát persze, gondold végig, azt a 100-szorost még a férfiak tudnák is teljesíteni. Érted? Mert ugye az egy fokozatosság volt. De a 200-szorost már elég nehéz. És ez van, és most ez nem bántás, most nehogy félreértsétek, drága hölgyeim, szeretünk benneteket, imádunk benneteket, hanem ez manipuláció következménye. Érted? Ez a gyenge tudatosság következménye, érted? Tehát az emberek néznek egy filmet, és akkor beleélik magukat a filmbe. És akkor beleéli magát a főhős szerepébe, vagy valamilyen más szerepébe. Na akkor van a legnagyobb manipuláció. Érted? Én úgy szoktam nézni a filmeket, hogy figyelem a manipulációkat, és közben anyázok. Nem vicc, komoly. Úgyhogy nagy öröm velem filmet nézni, főleg a nejemnek, tudod? Mert észreveszem a manipulációkat benne rögtön. És hát így kellene filmet nézni, hogy ne tudjanak manipulálni. Érted? Mert ha úgy nézed a filmet, hogy beleéled magad, sőt, mit tudom, elkezdesz beszélni ott a szerepről, én úgy szóval, amikor egy szerepről beszélek, akkor azt mondom, hogy a rendező milyen jól, vagy a színész milyen jól játssza ezt a szerepet. De nem a magát az eseményt. Érted? Mert különben az ember már manipulálva is van. És az ember azt gondolja, hogy például a dokumentumfilmek nem manipulálnak, hát abban is van. Még a dokumentumfilmekben is van manipuláció. Hát most képzeld el, figyeld meg, ha nem hiszed. Szinkronizált, adnak valamilyen szinkronizált filmet, dokumentumfilmet, akármit, amit ugye van alatta, vagy szinkronizálva van, vagy alábeszélés van. És közben a reklámban ugyanaz a színész mondja a reklámot. Tehát van olyan reklám a reklámblokkban, amit ugyanaz a színész mond. Miért? Hát mert annak hatására te elmész vásárolni. Érted? Mert ugyanaz a hang mondta. Ezt ők tudják. Tehát ezért nem a filmekhez rakják a reklámot, hanem a reklámhoz rakják a filmeket. Tehát összeválogatják úgy, hogy ugye megveszik a reklámokat, ezért ugye bele kell tenni a reklámokat a filmekbe, igen ám, és kiválasszák ahhoz a filmet, hogy olyan filmet választanak ki, amiben ugyanaz a hang van benne, érted, aki a reklámot mondja. Ez véletlenül nem manipulációs célzattal? És az emberek
simán, ha nem tudatosak, azt csinálnak velük, amit akarnak. Érted? Voltam teszten pár évvel ezelőtt. A fiam egy, még akkor nem dolgozott, hanem nyári munkám volt, és akkor olyan teszt volt, egy ilyen reklámcég, ahol azt tesztelte, hogy ha valaki ránéz egy monitorra, akkor mit lát először? Tehát, mert a reklámcégnek az volt a dolga, hogy kiderítse, hogy az ember mit lát. Először, másodszor, harmadszor, stb. Stb. Tehát ugye és úgy kell a reklámokat megszerkeszteni, hogy, ahogy az ember figyelme van. Jó, és akkor be kellett, a fiamnak az volt a dolga, hogy be kellett hívni embereket, és tesztelni őket. És akkor közben ugye az, aki figyelte, az is figyelve volt, hogy, hát mire figyel, stb. Stb. És ugye senkivel semmi gond nem volt, bementem én is, ugye azért is pénzt kapott, hogy lehet, tehát, hogy szervezett embereket be, és azokat lehetett tesztelni. Elkezdte a tesztelésemet, utána hívta a főnököt, főnök is tesztelt, érted, és nem tudtak tesztelni. Pedig én olyan együttműködő voltam, és nem tudtak tesztelni, érted? És akkor azt mondták, hogy hát ilyen még nem találkoztak, hogy ne lehessen megállapítani a dolgokat, érted? Pedig én azért, hogy fizessenek a fiamnak, totál együttműködő voltam, és nem működött, érted? Tehát meglepődtem, de örültem is neki egyben, hogy ez így működött. És lényeg az, hogy, az ember gondold végig, ha nem így működik, hát ott több száz embert ezt futottak és tesztelték, és senkivel nem volt ilyen. Mindenki simán lehetett. Kilógtam a sorból, így van. Jó, tehát gondold végig, hogy egy ilyen világban vajon mennyire van szükség arra, hogy az ember elmondja azt, hogy ne ilyen legyél, legyél ilyen, és hogy jussál oda. És ha elakadsz, kapjál segítséget. Mennyire lenne fontos? Tehát egy olyan világban élünk, még egy kicsit a jelenlegi világunkra, hogy, azt látod, hogy a, az emberek elkezdtek spórolni. Tehát magyarul kevesebbet költenek. Tehát magyarul esik vissza az anyagi helyzetük. De erre is van megoldás. De az embernek ne essen vissza az anyagi helyzete. Érted? Arra is van pontos módszer, hogy mit kell tenni olyankor. Tehát, ha az embernek van tudása, és tudja használni a tudást, és kap segítséget, ha elakad, akkor nincs olyan, hogy akadály. Nincs olyan, hogy valami problémán ne tudjon átlépni, érted, és, vagy megoldani. Nincs ilyen. Na, az egy probléma, hogy nehezebben jönnek ki a családok jó része. Nehezebben jön ki, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt. És van rá megoldás. Mindenre van megoldás. Nyilván egyedül megoldani a dolgokat sokkal, de sokkal nehezebb, mintha van egy közösség, ahol az ember lát példákat. Érted? És azt mondja, hogy ha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. És ez egy ilyen közösség. Ráadásul ugye ebben a közösségben ugye az is, nem csak tudást adunk át, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy az ember plusz jövedelemhez jusson. Hát az ember mit ajánljon, ha nem azt, ami tetszik neki? Mit ajánljon, ha nem azt, amit szeret? Nem? És ha tudásra rájössz, hogy tudod használni, és tudod, hogy jobban megy az életed attól, hogy használod a tudást, akkor miért ne lehetne ajánlani másoknak? És azért lehet pénzt kapni.
Mert hát Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték. Ez ugye a tudás, amit adunk, úgy akkor tisztességes, hogyha cserét kapunk helyette. A cégünk úgy van megoldva, tehát ugye a mögötte lévő részvénytársaság jelenleg a 78%-át fizeti vissza azoknak az embereknek, akik a szervezésben részt vesznek, a tandíj bevételeknek a 78%-át. Érted? Jelenleg annyit. Ez régen 45% volt, már 78. Tehát ami befolyik tandíj, annak 78%-a kifizetésre kerül azok között, akik a szervezésben részt vesznek. Az ajánlásban, inkább úgy mondom, az ajánlásban. Tehát, hogy ajánlják a tudást tovább. Tehát, hogy legyen az egészben egy kis pénzügyi motiváció is, természetesen. Tehát ne csak az, hogy szívesen ajánlod, mert neked tetszik, hanem még jól is jársz vele, ha ajánlod. Oké? Miért? Hát mert nekünk van egy olyan célunk, nekem van egy küldetésem, és ezt a küldetést én teljesíteni fogom, mert ezen a bolygón 2035-re szeretett társadalomnak kell lenni. Tehát olyan társadalomnak, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek, együttműködve. Oké? Arról pedig, hogy ne legyen elnyomás, arról fognak gondoskodni a fentiek. Milyen formában? Ezt úgy hívják, hogy halál. Na? És mondok példát, jó? Az emberek nem tudják azt, hogy a szerveink időre vannak kódolva. Tehát időre vannak kódolva. A szerveidnek az idő kódolása 120 év. Oké? De ha egy szerv jobban igénybe van véve, akkor annyival rövidebb időn belül felmondja a szolgálatot, amennyivel, ez olyan, mint az autó, érted? Tehát ha a szocializmusra visszaemlékszünk, akkor 150-200 ezer kilométer között minden autót generálni kell, minden motort generálozni kell, tehát az autóban lévő motort fel kellett teljesen újítani. Most sem végtelen időtartamúak az automotorok. Tehát az ember szervei, egész szervezete a 120 évre van kódolva. És bármit túlhasználsz, bármilyen szerved, akkor az elhasználódik, és fölmondja a szolgálatot. Oké? Erre mit érnek el az embereknél? Agyatlan emberek, Istenem. Tehát 120 évre normál üzemmódra van kódolva a szíved. Normál üzemmódra. Ha valaki mondjuk éjsportoló, a bárgyúja, nem tudok más mondani, akkor rendszeresen jár edzésre, versenysportra, stb. Ami azt jelenti, hogy a szíve sokkal többet dobog. Ami azt jelenti, hogy sokkal hamarabb elhasználódik. Világos ez. De nem csak élsportolás van, hanem van tömegsport is. Érted? És ezt miért kell az embereknek elmagyarázni? Nem értem. Hogy a szervünk egy mechanikus dolog, a szerveink mechanikus dolog. Nem végtelenre van kódolva semmilyen. Se a májad, se a léped, se a tüdőd, semmi nem végtelenre van kódolva, se a szíved, meg főleg nem. A szíved úgy működik, mint egy motor, egy az egybe. Hát ha túl van terhelve, az elhasználódik, bocs. És az emberek feldobják a talpukat idő előtt. És az úgy, most milyen módon használod el a szerveidet? Mérgezések útján, vagy túlterhelés útján, az most tök mindegy. Vagy például úgy, hogy hát ez olyan, mint hogy a motort üzemeltetnéd, és nem raksz bele kenőanyagot. Érted? Vagy nem elég kenőanyagot adsz neki, és időnként kimarad a kenés.
és fogja, és a motor sokkal hamarabb megy tönkre. Ugyanez a szerveink. Ha nem kapja meg a kenőanyagot, ami elsősorban víz formájába jut be, akkor a szervezet elhasználódik. Tehát az embereknek miért kell ezt elmagyarázni? Ja, azért, mert olyan mértékű a manipuláció, érted? Hogy fogalmuk nincs ezekről, mert nem tudnak gondolkodni. És nem tudják ezt logikusan végig gondolni, hogy van egy mechanikám, az a szerveim, és az mind időre van kódolva. A 120 év. Érted? Tehát megvan, hogy hányat dobbalhat a szíved egy év, az életed során. Érted? És normál üzemmódban, nem háromszor akkora sebességgel. Satöbbi, satöbbi, és az összes szervünk így működik. Érted? Valaki, mint tudom én, csak sétál, vagy állandóan fut, megnézheti. És mondjuk ugyanannyi kenőanyagot visz be, megnézheti utána, hogy mi lesz az izületeivel, a lábizületeivel. Érted? Szépen elkopik. Satöbbi, satöbbi. Érted? Tehát mindenre megvan, hogy mennyi az élettartam. Az összes szervünk a 120 évre van kódolva. Normál üzemmódra. Nem túlterhelt üzemmódra. És a túlterhelés megrövidíti a szervek életét. Világos ez? Ez van. Sorry. De ez van. És akkor mit érnek el az embereknél? Te tömegsportolj. Ha nem tudsz már versenysportolni, akkor tömegsportolj. Mennyi fussál, mint a bolond. Érted? Tehát eleve, mikor szaladgáltak világéletükbe a nők? Maximum, ha valaki hajtotta őket, érted? Egyébként maguktól a nők hol szaladgáltak? Mikor? Szépen elmentek gyűjtögetni, abban nem volt szaladgálás, nem? Tehát miért pisilnak csoportosan a hölgyek? Miért? Mert mikor gyűjtögettek, akkor egyik pisilt, több megnézte, hogy jön-e valami, érted? Azért pisilnek csoportosan. Férfiak miért nem pisilnek csoportosan? Mert jó volt egy fa, oda ment le, pisilt, az ment tovább. Érted? Ennyi volt. Hát ez ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Tehát gondold végig, nem kellett a nőknek szaladgálni, mi ellen szaladgáltod? Szaladgáltak volna, akkor hogy gyűjtötték volna a dolgokat, érted? A bogyókat. Hogy? Férfiaknak kellett szaladgálni, mert utol kellett néha elérni valamit, érted? De nőknek nem kellett. Hát az egész világ agyon van manipulálva. Az összes ember minél kevésbé tudatos, annál manipulálhatóbb. Nem épp itt az ideje lenne tanulni, fejlődni? Itt van egy hely, ahol ezt meg lehet tenni, ahol várunk szeretettel, ahol akik együtt vagyunk, tudunk egymással olyan dolgokról beszélni, amit mással nem feltétlenül tudsz megbeszélni. Érted? Miért nem tudsz megbeszélni? Mert rád néz, és olyan furcsán néz rád. Érted? Hogy mintha nem erről a bolygóról származnál. Én nem erről a bolygóról származok. Ha tetszik valakinek, ha nem, előző életemet nem ezen a bolygón töltöttem. Jó? Hát ennyi. Mint lélek természetesen. No, tehát sok olyan ember van ezen a bolygón, aki az első életét éli. Sőt, azt is tudom megmondani valakinek, hogy hanyadik életed volt. Tehát hanyadik életben vagy itt a Földön. Ez hanyadik életed. Jó? Na, köszönöm szépen a figyelmeteket. Legyetek tanulók, mennyiért a 30 óra az óránként 420 forint. Jó? Nem óradíjban van fizetve, hanem havidíjban. Jó, ezt felszorozzuk, ez 12.500 forint, kivétel az első hónap, az 19.800, tehát az 660 forintra jön ki óránként, sehol nem kapsz ilyen képzéseket. Ahol módszereket is kapsz, sehol nem kapsz ennyiért. Sehol a bolygón. Nem Magyarországon, bolygón nem kapsz ennyire. Jó? Csak sokkal drágábban. Jó?
Tehát a sokkal drágább, ahol módszerek is vannak, ott úgy számolhatsz, hogy mondjuk óránként 15 legalább. 15 ezer forint. Hát mondjuk az dollárba át lehet számítani, vagy euróba, tudom én, ha először durván 400-zal, akkor az hány? Hány euró? Neked hány euróba kerül? 30? 38. Jó, 38. Oké. Okay. Most az emelkedett. 38 euró. Jó, tehát ennyi. Ez természetesen akciós, nem végtelenségig, és ezért az akciós árért még árgaranciát is kapsz. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Lesz 30 perc szünetünk, utána lesz olyan képzésünk, ahol a módszerek is megjelennek, és megkapjátok a módszereket is. Most konkrétan gyereknevelés kócsképzésünk van, de inkább azt mondanám, hogy traumakezelő kócsképzésünk van. Tehát, hogy az életedben, ugye amikben traumákat megéltél, azokat megtanult kezelni, mert ugye a traumáknak van egy sajnos egy olyan utóéletük, hogyha ért egy trauma az életedben, az azt jelenti, hogy lelki vagy fizikai fájdalom, akkor ez úgy működik az elménk által, hogy egyszerűen hasonló helyzetben az ember elkezd ugyanúgy működni, mint ahogy a trauma érte. Oké? Sajnos. És hát az nem éppen optimális adott helyzetben, mert a jelen az soha nem azonos a múlttal. Tehát két azonos helyzet nincs, nem létezik. Tehát teljesen azonos. Csak hasonló. És azért egy kicsit nonsense, hogy az ember úgy működjön, hogy a múltban történt valami, és ahhoz hasonlatos dolog van most, és akkor mivel az fájdalmat okozott a múltban, ezért most is legyen fájdalom. Miért? Miért kellene? Tehát például a veszekedéseid, vitáid egy az egyben mind ezért vannak. És voltak az életedben. Az összes veszekedésed, az összes vitád emberekkel, olyan vitád nyilván, ami hangos szóvá fajult, tehát ilyen veszekedés szintre fajult, az mind abból fakadt, hogy trauma ért a múltban. Érted? Ez, ha itt tanulsz, akkor ezt természetesen meg is érted, hogy hogy működik az ember, és hogy jönnek ezek létre. Várunk szeretettel, ez egy olyan hely, ahol érdemes tanulni, hiszen ezt a küldetést meg kell csinálnunk. Tudod, az a baj, hogy még egy mondat, hogyha ez nem lesz teljesítve, akkor tök mindegy, mit csinálsz ebben az életben. Megyünk a levesbe, jó? Ugyanis már ennek az emberiségnek az ideje 2012. december 22-vel lejárt. És eddig adtak még határidőt. Jó, ez a hetedik emberiség egyébként a Föld történetében, és minden előző emberiség eltűnt. Lehet, hogy most ez meredeknek tűnik valakinek, de érdemes lenne ezen elgondolkodni. Jó? És ez egy utolsó határidő arra, hogy egy normális emberiség legyen ezen a bolygón, és fejlődjön az emberiség, és ne visszafejlődjön, mert éppen most szellemi visszafejlődés folyik már egy jó ideje. Mióta? Hát az első világháború óta. Tehát 100 éve egy szellemi visszafejlődés van. Oké? Addig sem volt egy nagy fejlődés, de volt. De volt némi nemű fejlődés, de egy 100 éve egy tudatos visszafejlődés van, sajnos. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, meg kell csinálnunk, létre kell hozni a szeretet korszakot, ugye az aranykort, és ez nekünk a kötelességünk megcsinálni. Miért? Mert mi rendelkezünk azzal a tudással és képességekkel, amivel ezt meg lehet csinálni. Jó? Tehát te nem véletlenül kerültél ide,
nem véletlenül hallod most ezt az előadást, jó, legyél tisztában ezzel, hogy neked dolgod lenne ebben a kérdésben, jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen, 30 perc szünetünk következik.